Eneos, Japán első számú motorolaja, importőre a Sakelmetal autóalkatrész. Sziasztok! A mai videóban nyaralni megyek. Nagyon régóta szeretnék kipróbálni, hogy milyen villanyautóval megtenni ezt, és megkértem Antit, hogy segítsen ebbe, és ezt a gyönyörű villanymustangot szerezte nekem. Kíváncsi vagyok rá, hogy mennyire élhető a töltőhálózat, mennyire szívás az autópálya tempó, és az összes ilyen apróságról be fogok számolni nektek. Második napja használom most az autót, és mászkáltam ma viszonylag sokat vele. A Yaris-szal forgattunk, nem tudom még, hogy ez a videó jelenik meg előbb, vagy a Yaris, de nagyon érdekes kis videó lesz, szóval érdemes megnézni azt is. Összességében az autóról az infotainment rendszer az, ami alapvetően tetszik. Teljesen megbarátkoztam vele, nyilván egy elég nagy váltás így a Suzuki után átülve ebből, de még az előtte lévő Mercimhez képest is egy jóval modernebb autó. CarPlay-en használom tulajdonképpen kizárólag, hogyha nem a CarPlay-t használom, akkor csak ilyen fogyasztási adatokat nézek az autón és ehhez hasonló dolgok. Az anyaghasználattal is egyébként így első benyomás alapján teljesen elégedett vagyok, szerintem rendben van. Most indultunk itthonról, 99%-ig sikerült feltölteni az autót. Megyünk a telephelyre, ahol találkozunk Olivérékkel, és akkor onnan lesz a tényleges indulás. Nem mondtam az előbb, most 8 óra 48 perc van, vasárnap este. Most fogunk indulni, itt vagyok már a telepen. Ti jöttök a Crafterra hajóval, és kettő gyerekkel, mert ugye a Tomiék is jönnek velünk nyaralni. Durván 7 tonna. Nagyjából igen, és ugye ő nekik tulajdonképpen, ha meg kell állni, akkor az csak olyan jellegű, hogy pihenés, gyerek miatt megállni, vagy ilyesmi, pisilés, ilyen jellegű dolgok. Nekem ugye tervezve 2 töltés van. Igen, hát a 560 km innen, egyébként ez az útvonal, amiből egy bő 100 km szerpentin, ahol lejövünk a pályán, átmegyünk a hegyen, leérünk Szenyhez, a tengerpartra, és onnan még a Kompig egy viszonylag még hosszú szerpentin. Tehát az a rész, ahol szerpentinen azért, és hogy a szerelvénnyel sokkal lassabban fogunk tudni haladni. Ahogy így elmúlt 2 napban mászkáltam hazafelé, 120 fölött már azért anya nem szereti, ott már jelentősen megnő a megy, szó se róla, csak ott már azért érezhető, hogy a fogyasztás az ugrik elég jelentősen. Jöhetsz mögöttem szélárnyék. Azt fogom csinálni, mert úgy van, hogy Balaton déli part egész lent a lenti csücskébe lesz, ott van egy Ionity, nem tudom, hogy kell mondani, normálisan gyors töltő, ott lesz az első töltés, és szerintem azt fogom, hogy addig beállok mögé szépen, és akkor tempomattal bekapcsolom a távtartó tempomatot, és akkor vitorlázok, amíg lehetőség van rá, és akkor utána meg utolérlek és leelőzlek emiáltőleg. És a második töltés az megvan úgy Horvátországban, lesz hiszem valami Porsche szalon mellett, egy ottani gyors töltőn. És így remények szerint 40%-kal fog megérkezni. Na. Meglátjuk, hogy alakul. Verseny indul. A mai videó támogatója a CarVertical, nézzünk meg egy jelentést. Egy Tesla Model 3 szerepel benne. Megújult a CarVertical felülete, sokkal átláthatóbb, itt fölül ki tudod választani, hogyha a képek érdekelnek, egyből oda le tudsz gurulni. 2020. januárban sérült az autó jobb eleje. Tulajdonképpen ez nem tűnik egy ilyen nagyon vészes sérülésnek, nem nyíltak légzsákok, az autó beltere teljesen érintetlen, és ahogy nézem, a lökhárító, illetve talán jobb első sárvédége, meg itt a futóműben van egy kis probléma, mondjuk azért a jobb első felni az kapott rendesen. És ezen kívül, hogyha fölmegyünk itt a sérülésekre, narancssárgán mutatja, hogy probléma van vele, és ez volt a 2020-as sérülésnek ismeretlen a javítási költsége. Ezen kívül 2019-ben még Németországban volt egy sérülése. Ez egy elég nagy sérülés lehetett, mert 18,5 millió forintos javítási költség. Erről viszont nincsenek képeink. Ezen kívül az autó nem lopott, nem volt babráva a kilométeróra számlálója, és úgy látom, hogy a többi dolog az rendben van vele. Ha szeretnétek lekérdezni az autótokat, akkor használjátok a videó alatt található linket, vagy a Check Engine kuponkódot. Hogyha nem vagytok elégedettek a szolgáltatással, akkor pedig teljes mértékben visszakapjátok a pénzeteket.
Megérkeztünk az első töltőhöz, ugye együtt indultunk el Olivérékkel, és az volt a cél, hogy mögöttük vitorlázva jövök. Budapesttől a Velencei tóig jutottunk el, addig bírtam, mert nem tudom, ez csak egy ilyen, gondolom, hülye pszichés dolog, hogy tudom, hogy haladhattam volna, de ott mögöttük tötyöréztünk. Szóval utána beálltam 130 tempomatra, ez a fogyasztáson jelentősen meglátszott, előtte ilyen 18-19 kWh volt a fogyasztás, és utána pedig 27-re felszaladt talán, vagy valami ilyesmi, de tulajdonképpen bőven vele fért, mert így is 40-42%-kal értünk ide talán, szóval simán belefért ez a többletfogyasztás. Felteszem tölteni, addig iszunk valamit itt a benzinkúton mellettünk, aztán haladunk tovább. Ez az alkalmazás, és akkor... kiválasztjuk a töltőt. Nem használtam még egyébként az Ionity alkalmazást. Ez lesz a hármas, igen, egy szép nagy hármas itt van. Elérhető, 280 forint per kilowattóra. És akkor a töltést elkezdjük. Az autó szerint már töltődik, most megnézem. Aha, itt van. A Ford Pass saját alkalmazás szerint is a gyors töltés elindult. 201 kilométer, most tudtuk fel, és akkor itt is írja már, hogy a töltés folyamatban. Eddig ez kifejezetten egyszerű volt, és 4 töltőfej van itt ebből. Ezre az egyre írja, hogy üzemen kívül, a másik 3, ami elérhető, szóval hál' Istennek ezzel se volt probléma. Vége van a töltésnek, köszönjük szépen a lehetőséget! Indulás tovább, a következő töltés elvileg 200 km múlva, akkor majd pihenek is egyet, nézzük! Megálltam egy nagyjából 3,5 percre megtankolni, aztán tűzünk tovább. Te merre jársz, Dani? Úgy láttam, kicsit mögöttünk vagy. Megalázó vereséget szenvedtél, nem te, hanem az elektromos autó. Szomorú, de igen, csalódott vagyok, azt kell, hogy mondjam. Hát egy mennyivel? Várjál, csak egy... 2 óra. 2 órával hamarabb értünk ide. Tulajdonképpen 2x1 órát töltöttem, vagy töltöttünk, és ezen 3 dolog van. Az egyik, sokkal drágább volt, mint amennyire erőre számítottam. Másik, hogy több idő volt. Harmadik pedig, hogyha autópálya tempóval jöttem, akkor irgalmatlan módon megnőtt a fogyasztás. Nem rossz, de itt a Serpentinen amúgy kifejezetten jó volt. Gondoltam. Jó vagy, és ahogy jöttünk lefele a hegyről, ott 3%-ot visszatöltött. Ha. Szóval most jól állunk. Nekem is ott visszajött 3 liter gázolaj. Hazafelé nagyon gyorsan eltelt ez az egy hét, amit itt töltöttünk Horvátországban. Sajnos a hazainduláshoz nem sikerült jó időpontot választani. Vasárnap 7:30 múlt egy picivel, és itt állunk az autópályán még Zágráb közelében. Abból a szempontból mindenképpen jó ez, hogy egy picit tudom tesztelni, illetve kíváncsi voltam egyébként is, hogy ez az a vezetés támogató rendszer, ez mennyire működik jól, és így a dugóba egyébként kifejezetten kényelmes, mert egészen állóra fékezi az autót, és utána el is indul van, amikor bele kell nyúlni, és akkor mit én vagy a gázra rápöccintesz, vagy az egyik tempomat beállító gombot megnyomod, és akkor azzal újraindítja. Nyilván, hogyha elfelejtem a kezemet rajta tartani, akkor azért hisztizik, először csak finoman szól, aztán meg elkezd csipogni, és nagyon hangosan szól, mielőtt törölni a vezetés támogatót, de tényleg összességében tök jól működik a rendszer. Az autó idefelé, szerintem, hogy megérkeztünk Olivérrel, ugye beszéltünk egy pár szót erről, viszont összességében én úgy gondolom, hogy autópályázásra nem a legideálisabb autó azért, hogyha 130 tempomattal jöttünk lefelé, akkor a fogyasztás az igen magas volt, ilyen 30, rá is nézek, hogy nagyjából hogy van, igen, ilyen 30 kWh körüli
100 kilométeres fogyasztás jött ki. Van egy nagy fogyasztás, az pedig már lement most egyébként 21-re. Nyilván ez most köszönhető annak is, hogy itt nem autópályáztunk még, illetve hogy autópályáztunk, akkor is kifejezetten lassan jöttünk, és amúgy a szerpentinen sem volt magas tempó. Tényleg ez az autópályázás, ami nem igazán kényelmes az autónak. Ezen kívül a töltés az teljesen élhető. Nem lett az új kedvenc módom az autópályázása a villanyautó. Otthon ugye, hogy használtam városban, egyértelműen arra már szerintem mondhatjuk teljes nyugodtsággal, hogy kész van a technológia, azt simán tudja, akár otthoni töltéssel, akár a töltőhálózatot használva. A töltőhálózat az itt is egyébként kifejezetten jól kiépített és tök jól használható. Eddigi tapasztalatok alapján egyszer se volt úgy, hogy ne találtam volna töltőt, amikor szükségem volt arra, hogy töltsem az autót. Túl vagyunk az utazáson, az autó szempontjából ugye ez egy hosszú távú teszt volt. Kezdem a negatívumokkal, kevés van belőle, viszont azért fontos ezekről is beszélni. Az egyik ebből az tulajdonképpen az én hibám szinte kizárólag. Anti javaslatára ugye ezt a Better Route Planner nevezetű alkalmazást használtam így előzetes tervezésekhez, és elkövettem azt a hibát, hogy az árakkal kapcsolatban csak ebből tájékozódtam, és ott az árak sajnos egyáltalán nem fedik a valóságot, sokkal olcsóbbnak írja ott a töltéseket, mint amilyen valójában, viszont attól függetlenül maga az alkalmazás kifejezetten jó, mert az, hogy hol fogok megállni, és hova milyen töltéssel érek oda, abban nagyon nagy segítség volt ez az alkalmazás, szóval ajánlom mindenkinek egyébként, aki akár kezdő villanyautósként, vagy villanyautósként hosszú távú útra indul, és nincsen ilyen jellegű tapasztalata, tényleg nagyon jó az alkalmazás. A másik dolog, az pedig az autó futóműve. Az én ízlésemnek kifejezetten kemény, és őszintén szólva meglepett, hogy ennyire keményre van hangolva a futómű, valószínűleg a súly és az autó mérete miatt van így, de ettől függetlenül azért én szívesen vettem volna, hogy valamennyivel puhább, vagy legalább az opció meg legyen hozzá, hogy puhább a futómű. Oliver is próbálta, őnek is ez volt a véleménye, és aki így a csapatból próbálta, tulajdonképpen mindannyian egyetértettünk ebbe a dologba. Oliverék gyorsabban leértek ugye a szerelvénnyel, ez kiderült már odafelé úton, hogy sokkal lassabb volt, de továbbra is azt mondom, hogy ez belefér, én nekem legalábbis belefért, mert legalább volt egy kis pihenő, oké, nem ennyire álltam volna meg, kétszer fél óra, odafelé több volt, mert a második töltést hosszabbra hagytam, de ez a két megállás, ez szerintem azért egy teljesen vállalható dolog. Mindenképpen fontos még, hogy drága egyébként a töltés, az én véleményem szerint. Szóval, hogyha egy benzin vagy egy sima belső égésű motoros autóhoz hasonlítod, nagyjából 2000 kilométert mentem, és ez alatt a 2000 kilométer alatt kettő töltés volt, amit ingyenes töltőn. Egyrészt itt konnektor vagy otthoni töltés, nagyjából ez volt egy töltésnyi energia, amit így beleraktam, illetve Horvátországban, ahol voltunk a szigeten, találtam egy töltőt, ahol ingyenesen tudtam tölteni, és akkor ott egy ingyenes töltést csináltam. Hogyha ezek nem lettek volna, akkor szerint számításaim szerint egy 8 literes fogyasztással számolva pont ugyanannyiba került volna egy belső égésű motoros autóval, mint ezzel a villanyautóval. Így egy picivel olcsóbb volt, de ugye itt meg jön be mellé, hogyha ugyanannyi árba, időben egyértelműen rosszabb ugye ez a plusz töltések, illetve a plusz várakozások miatt. Köszönjük, hogy itt voltatok a mai videóban, írjátok meg kommentben, hogy tetszett egyrészt a videó, másrészt pedig az autó, hogy ti mit gondoltok róla. Vegyetek cuccokat a webshopba, elérhető a bögre, illetve az új Eastly Swift-es póló, és ha elég gyorsak voltatok, akkor pedig találkozunk majd a nyílt napon. Addig is iratkozzatok fel mindkét csatornára, sziasztok!